Sziasztok! Én Sisa Antőr vagyok. A mai videóban az Ala Jamie-nak a vízipipa dohánynak a tesztjét fogom nektek most bemutatni. Lássuk is a tesztet. És akkor itt is volnék az Ala Jamie-nak a tesztjével. Bocsi srácok, életemben nem találkoztam ezzel a dohánnyal, szóval ne kövezzetek meg, hogyha mondjuk a nevét így elmondom, vagy valami, mert tényleg nem találkoztam még vele. Füst Istvántól kaptam ezt a dobozt, hogy mutassam be nektek. Köszönjük szépen neki. Ez az ízesítés a két alma, vagyis ánizsos két almás ízű. Ugye ez az Egyesült Arab Nemzetiségnek ugye a dohánya, tehát olyas, mint az Alfaker. Itt az oldal, itt is látjuk ezen az oldalt azt, hogy leírásokat, a másik oldalt is, itt is van például. És akkor kukkancsunk is bele. Nincs benne semmi már, és akkor itt a tasak. Kukkancsuk is bele, ne is hozzuk az időt. Tjú. Ez olyan, mint az Alfaker, tehát ez ekte Alfaker. A dohányt egy KS appóba fogom megtömni. Nézzük a dohány aprítottságát. Tehát egész jól van aprítva. Világos dohány. És akkor nézzük is meg azt, hogy milyen használat közben a dohány. Eddig meggyőzőnek tűnik. Amúgy eléggé melaszos. Tehát egy Alfokernak a melaszosságát szerintem üti. Szóval kíváncsi vagyok. Lássuk is azt, hogy milyen a füstteszt. És akkor itt is volnék az Ala Jamie-nak a tesztjével. Tényleg bocsi, hogyha hülyén mondom ki, vagy bármi, de életemben tényleg nem találkoztam még ezzel a dohánnyal. Igazából kíváncsi vagyok, mert az arab dohányok is érdekelnek. Igazából most a csatornán több részt inkább orosz dohányokat fogok így bemutatni, illetve azért lesznek németek is természetesen, meg ugye amcsik is lesznek, ugye. Akkor igazából hamarosan elkezdem a színteszteket is, csak azért még van mit fejlődjek. Igazából, ami a teszt alanyok, az egy MIG Armorix Premium és Sisa porral, akkor ugye egy Volcanic Silicon, egy Magic Glass CO véggel, egy KS-apó kerámiával, három darab kokoszullal és egy betkettes szénkonzollal használom ezeket. És akkor nézzük is ezt a két almás ízt. Hát ez még nem indult be. Az a gond, hogy én annyira már nem használom a KS-apót, szóval így elszoktam a tömésétől. Amúgy a dohány az elég jó. Tehát most már érződik az íze. De egy erős. Így azért a tüdőmet érzem. Egész jó. Kíváncsi leszek azt, hogy neki mekkora a maximum füst. És a maximális füst. Szóval ezt Istvántól meg tudjátok vásárolni majd. Link a leírásban. Úgyhogy köszönjük neki ezt a remek dohányt. Ugye, amúgy egész jó két almás. De most már én is így elkezdtem vadászni a két almákat, régebben nem szerettem. A zomós két alma azért meghozta a kedvemet. Pedig még semmi. Nehezen indul be a dohány.
szinten beindult a dohány, az egy szédítő. Tehát van ereje. Amúgy egész jó kétalmás dohány. Tetszik amúgy. Csak nem annyira komoly a füstje, mint egy Holsternak, vagy egy Darkside-nak, vagy bárminek. Igazából ilyen alfaker szint. Igazából ennyi lett volna az Al-Arjami-nak a tesztje. Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornára, ha ezt nem tettétek meg. Én Sisa Hunter voltam, sziasztok!